Képünk podcastját hallod. Tóth Fazekas Andrá vagyok. Pácai Tamás gyerekkori álma az volt, hogy világutazó legyen. Erről egy marosvásárhelyi panellakásban ábrándozott. A beteljesülése azonban nem kellett sokáig várnia. Hamar rájött, hogy fotóriporterként állandóan úton lehet. Több százezer kilométert tett már meg, Londontól Közép-Ázsián át Oroszországig. Munkái közül kiemelkedik az Álom a szülőföldről című sorozata, amelyben Erdély falvait és az ott élőket ábrázolja, akik egyben gyerekkora meghatározó alakjai is. Világutazóként mi is lehetne másik jelentős munkája, mint hogy biciklivel és fotómasinájával Vámbéri Ármin keletkutató nyomába eredt 2013-ban, az orientalista halálának 100. évfordulóján. Jó részt Közép-Ázsiában dokumentálta a 30 ezer kilométeres útvonal szépségeit. Pácai Tamás jelenleg fotóriporterként és a Képmás magazin képszerkesztőjeként is dolgozik. Vele fogok beszélgetni. Kedves Tamás, üdvözöllek! Szervusztok! Sosincs benned félelem a kalandos útjaid során? Azt is tudom, hogy a Vámbéri Ármin nyomában olyan országokban is fotóztál, ahol kémkedés gyanújával börtönbe is kerülhettél volna. Egészséges félelem mindig kell legyen az emberben, mert akkor leszel óvatos. Óvatosnak kell lenni? Kell, azért észnél kell lenni szerintem sok helyzetben, nem csak a távoli világokban, de a közelebbi környezetünkben is gyakran. Ilyen veszélyes szakma a fotózás? Nem veszélyes, de azért sok mindenre kell figyelni, hogy hogyan viselkedsz kinek az érzékenységét, bántod esetleg, vagy nem is fel kell készülni. Váratlan helyzetek mindig adódhatnak. Akár egy hazai tüntetésen, akár a türkmenisztáni sivatagban. Ezt is akartam kérdezni, hogy milyen helyszíneken jártál akkor, mikor Vámbéri nyomában voltál? Szép helyszíneken. Milyen országokban? Hát Budapestről indultam, és aztán az útvonal úgy alakult, hogy Románián, Bulgárián, Törökországon, Iránon, Türkmenisztánon, Üzbegisztánon, Kirgizisztánon, Kazasztánon, Oroszországon és Ukrajnán keresztül végül vissza Budapestre. Nagyon sok sivatagon, hegyvidéken, vonatúton keresztül, és különböző emberek különböző otthonaiban fordultál meg. Mi a legérdekesebb helyszín számodra, ahol dolgoztál, és miért? Sok érdekes helyszín, érdekes emberekkel lehet találkozni utazás közben. Általában a messziről jött ember mindig érdekes mindenkinek, szóval kevés helyen találkoztam azzal, hogy mert én messziről érkeztem, ezért úgy félve óvatosan közelítettek hozzám, általában nagyon nyitott emberekkel találkoztam, akik őszintén érdeklődtek, hogy mit keresek ott, honnan érkeztem, hova megyek, miért megyek, mennyi ideje megyek, mivel megyek, hogy megyek. Barátságok is szövődnek ilyenkor? Szövődnek, igen. Melyik tartó barátságok is vannak, úgyhogy... Úgyhogy mindenképpen emberileg azon kívül, hogy szép tájakon utazol, érdekes ízvilágokba kóstolsz bele különböző országok konyháin keresztül, vagy akár csak az alapanyagokon keresztül. Van kedvenc konyhád? Szerintem a közép-ázsiai, mind a közép-ázsiait és az iráni konyhát is nagyon szeretem, igen. Úgyhogy... Főzöl is ilyen ételeket? Nem, mostanában nem, még régebb próbálkoztam vele, de az a baj, hogy itthon szerintem nehéz néhány fontos alapanyagot, fűszerkeveréket felkutatni, amik fontosak, hogy ezek az ételek olyan ízűek legyenek, plusz úgy érzem, hogy a helyszínen sokkal nagyobb élményt ad ezt megkóstolni, mint itthoni körülmények között reprodukálni. Arra nem válaszoltál, hogy mi a legérdekesebb helyszín, vagy nagyon nehéz egyet kiemelni? Nehéz egyet kiemelni. Mindig ki lehet valamit emelni, de igazából összességében nekem a legérdekesebb helyszín az igazából az emberi kapcsolatok alakulása volt. Ugye ez nem fizikai helyszín, de mégis csak én tudom annak venni, hogy emberileg nagyon sokat adott szerintem hozzám. Illetve a helyszínen, ugye nyilván mielőtt én nem utaztam, ott nagyon sokat próbáltam olvasni, tájékozódni, hogy mire számíthatok, mi fogott rám verni, és azért gyakran találkoztam azzal, hogy bár próbáltam alaposan utána nézni,
egy adott országnak, vagy kisebb helyszínnek, de a gyakorlatban, tehát a helyszínen teljesen gyökeresen más dolgokkal találkoztam. És akkor neked szükséged van egy gyors alkalmazkodó képességre? Vagy rugalmasságra? Igen. Szerintem ilyen utazásokon, amikor nem tervezel előre semmit, úgy értve a semmit, hogy nem foglalsz előre hetekre, előre szállást, nem tervezed meg konkrétan lépésről lépésre, hanem hagyod, hogy történjenek veled a dolgok, mert lehet, hogy holnap egy olyan városba érkezel, ahol egy hétig akarsz maradni. Így szoktad csinálni direkt azért? Nem nagyon tervezel, hogy ott valami kialakul, és abból lesz egy jó kis fotósorozat? Igen. Nyilván nagy vonalakban tervezek, de azért muszáj hagyni, hogy ott a helyszínen elragadjanak az indulatok. Mert van, amikor nagyon unalmas helyre érkezel, vagy úgy érzed, hogy neked amúgy nagyon jó a hely, de valamiért nem szimpatikus, nem jó rezgései vannak, vagy egyszerűen a saját, éppen a mentális állapotom se olyan, és akkor inkább továbbállok azon a helyen, mint hogy erőltessem, hogy ott maradok. Mert valahogy lehet érezni, hogy nem biztos, hogy nekem ott van dolgom. Uh-huh. Kicsit visszaugrunk az időbe, jó? Helyes. Így az életedben, hogy tulajdonképpen te azért kerültél Marosvásárhelyről Budapestre, mert a román kommunista párt szerette volna vegyészmérnök édesapádat beszervezni, hogy jelentsen ő is a rokonokról, ugye ezt akkoriban sokakkal így megtették, sok embert megkörnyékeztek ezzel. Ezért döntött úgy, hogy inkább eljön az anyaországba, és jöttetek aztán édesanyáddal, ti is később utána Iváncsán és Budapesten éltetek. Szerinted a benned lévő világutazói hajlamnak, vagy ennek az utazó kedvnek van ahhoz köze, hogy már egész fiatalon Magyarországra kerültél, és aztán sokszor visszamentél Erdélybe a rokonokhoz, barátokhoz, tehát egy ilyen ingázó életmódot éltél? Ugyebár akkoriban, tehát 1989 előtt Ceausescu-nak a Romániájában nem volt, hogy is mondjam, tehát nem volt a legjobb. Legjobbak a hétköznapok, de sok nehézség volt, viszont gyerekfejjel én ezt hát máshogy fogtam fel. Tehát nekem ott az volt a fontos, hogy visszaemlékszek, illetve visszaemlékszek arra, hogy közben akár gyerekfejjel gondolkodtam, hogy mi ott Marosvásárhelyen laktunk, és a teljes rokonság, tehát szinte mindenki, és ráadásul valamennyire egyedüli gyerek voltam, pár éves gyerek a családban akkor, úgyhogy nagyszüleim, keresztszülők, nagynénik, unokatestvérek, de sokan adtak engem kézről kézre, mindig volt, akivel lennem, akihez mennem, akinél tölteni a nyári szabadságokat. Tehát nagyon egybe volt a család, plusz ugye, mivel az akkori diktatúra nagyon figyelt arra, hogy a minél több olyan gondolatról időben tájékozódjon, ami mondjuk az akkori rendszert ugye kritizálja, ezért hogyha olyan dolgokról akartak beszélgetni a felnőttek, amikről hát tudták, hogy ez egy érzékeny téma, akkor elmentek messzire a várostól, a falaktól, a szomszédtól, akár a rokonoktól is, hogyha valakibennél úgy alakult, hogy úgy érezték, hogy lehet, hogy nem lehet megbízni benne. Úgyhogy nagyon sokat ezért is. Ez volt az egyik oka, de nagyon sokat kirándultunk. Nyáron is, ősszel is, tehát mentünk fel a hegyekbe gombát szedni, vagy csak úgy kirándulni, vagy málnát szedni nyáron, pecázni a hegyi patakokhoz, és akkor ugye hát nekem gyereknek ezek hatalmas élmények voltak, a szülőknek pedig szintén, mert akkor egy kicsit felszabadultabban beszélgettek egymással. Úgyhogy ebből az állapotból aztán hát úgy alakult, hogy el kellett nekünk jönni Romániából Magyarországra. Gyerekként nekem nehezebb volt felfogni, hogy... Hány éves voltál, mikor eljöttünk? Akkor voltam 8 éves, amikor eljöttünk, szóval nekem addig nagyon szép, nagy tágas gyerekszobám volt, és akkor ahogy átjöttünk, én azt úgy éltem meg, hogy hát beszűkült, mert eltűntek belőle a nagyszülők egy időre, nagyon sok régi gyerekkori kispajtás, egyéb rokonok, szomszéd, bácsik, nénik, úgyhogy meg hát az ismerős környezet.
És akkor, amikor eljöttünk ide, akkor ugye más volt a környezet, hirtelen jött a változás, tehát én nagyon nehezen tudtam megszokni azt, hogy hát mi itt vagyunk. Ezért aztán szükséged volt arra, hogy minél többször visszajárj a rokonokhoz. És... Igen. Vissza, korán visszakezdtem járni, tehát volt egy, nem tudom, két-három év, amíg eltartott az, hogy állampolgárságot szereztünk Magyarországon, és akkor utána már lehetett útlevelünk, akkor tudtunk visszamenni Erdélybe, szóval amint lehetett, akkor mi mentünk karácsonyra, mert akkor már édesapám szülei átjöttek Magyarországra, édesanyám szülei még ott voltak, úgyhogy mentünk karácsonyozni, és aztán úgy alakult, hogy később, mert 13 évesen voltam először egyedül mi Budapestről vissza Marosvásárhelyre, aztán ez szokás lett, évente kétszer, háromszor, négyszer, néha többször mentem vissza, és... Te hol érzed magad otthon jelenleg, és változott-e ez az idők folyamán? Igen, változott folyamatosan. A klasszikus Tamási Áront azért ide lehet ilyenkor idézni, hogy azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne. Kezdetben még gyerekként, fiatalon nem éreztem magam itthon Magyarországon, tehát szerintem tizenéves, még 20-as éveim elején is inkább Erdélyt éreztem otthonnak, de ugye amiről beszéltünk, hogy a gyökerek folyamatosan száradtak ki az ottaniak, itt viszont nőttek, mert egyre több baráti kapcsolatom lett, ugye párkapcsolatok is, sok rokonom itt lakik, még többen, ugye nagyon sok fiatal unokatestvérem van, akik már sokan közülük itt születtek, tehát a családnak is már a döntő része itt van, főleg Magyarországon, és tehát aztán eljött egy olyan érzés, amikor már itthon, tehát itt itthon, Magyarországon éreztem magam itthon, ugyanakkor meg akkor, pont amikor ez az érzés elkezdődött, akkor viszont jött nekem egy olyan életszakasz, vagy olyan történések az életemben, hogy nem tudtam egyik napról a másikra megélni Magyarországon, ezért el kellett mennem külföldre húzamosabb ideig dolgozni, úgyhogy volt egy olyan is, hogy jó, most már az Erdély az óhaza, oda már inkább az emlékek miatt járok vissza, itt viszont egyre jobban érzem magam, de hogy mégsem tudok megélni. Úgyhogy ezért elmentem külföldre, és akkor hát így, most már egyszer külföldről két dolog miatt is sóvároghattam haza, két helyszín miatt is, úgyhogy akkoriban ez olyan, mondjuk legyen 2010 környéke, tehát a 2000-es évek vége, és valószínűleg, hogy ezért is választottam egy kiállításom címéül azt, hogy Bozgor. A Bozgor az ugye román nyelven hazátlant jelent, és nem nagyon gyakran, de azért elő szokott fordulni még mostanában is, lehet, hogy régebb évtizedekkel ezelőtt ez gyakoribb volt, hogy akkor az erdélyi magyarokat a románok hát néha így illették, tehát ez egyfajta sértő szó volt a magyarságra. Viszont ha belegondoltam jobban, akkor én egyébként így éreztem magam, hogy nem tudom, Hollandiába pakolgatom a dobozokat egy raktárban, közben a magyarországi kiállításomra kell készülnöm, mert nyertem egy ilyen lehetőséget, amúgy meg így Erdélyből származok, és akkor ez az egész vagy így összejött, hogy hát lényegében úgymond azt is mondhatom, hogy hát én is Bozgor vagyok, tehát hazátlan. És azért állítottam ki, ugye Magyarországon volt a kiállítás, de Hollandiában készült, és erdélyi fényképeket raktam ki. Vegyesen, mert akkor éppen az volt a helyzetem. Aztán ez megváltozott most, mert évek óta nem dolgoztam külföldön, mert szerencsémre is, meg a körülmények is úgy alakulnak, hogy most már itthon is tudok, egyre jobban tudok boldogulni. Mikor ragadtál fényképezőgépet? Valamikor gyerekként. Olyan talán 13 évesen kezdett megtetszeni a fényképezés. Iváncsán egy barátom, osztálytársam fényképezett, a nagyapjától kapott fényképezőgéppe, akkor már volt nagyítógépe is, úgyhogy fekete-fehér filmet hívtunk elő. Ugye ez még 90-es évek közepe, tehát bőven a digitális fényképezés megszületése előtti időszak, hanem is megszületése, de elterjedése előtti időszak, úgyhogy, és aztán megtetszett nekem is a
fényképezés középiskolában, mert sokat jártam Ádám barátommal a természetet, főleg ott Iváncsa környékén. Fényképeztük elsősorban madarakat, szitakötőket, virágokat, napfelkeltét, naplementét, szóval természet, a fotózás volt a kezdet. Most viszont jellemzően a fotóid embereket ábrázolnak, és számomra nagyon sok képed olyan festményszerű, és én úgy érzem, hogy nagyon jól megragadod az embereknek a lényegét, a személyiségüknek a lényegét, és nagyon élesen vissza tudod adni. És tulajdonképpen téged talán a szíved vezet, amikor fotózol, tehát az érzelmeiden keresztül hívod be a látványt. Igen. Az erdélyi fényképekben biztos, hogy vannak, nem tudom, mély érzelmek, ugyanis amióta mi eljöttünk, azóta eltelt több mint 30 év, és hát ez egy természetes folyamat, hogy időközben több rokon is eljött Erdélyből Magyarországra, vagy akár még tovább álltak, illetve hát vannak olyan rokonok, akik időközben az elmúlt 30 évben eltávoztak ebből a világból, és ahogy alakultáltak, múltak az évek, úgy éreztem, hogy egyre jobban kötődök Magyarországhoz, és az erdélyi haza pedig egyre jobban távolodik, hiszen a gyökerek, ugye, akik először a mellékgyökerek kezdenek elhalni, eltűnni, akár azokkal, hogy barátokkal a kapcsolat nem lesz olyan intenzív, aztán mindenkit elsodor az élet, szóval így eltűnik, és aztán szépen lassan hát meghaltak ugye nagyszüleim, meghaltak egyéb rokonok, és akkor így hát így éreztem azt, hogy távolodik az a szülőföld, amiben végülis én gyökereket növesztettem, a kezdeti indulásom ott történt, úgyhogy elkezdtem visszajárni Erdélybe, mert olyan szemmel, hogy olyan helyszíneket keressek, vagy olyan történeteket, amik engem emlékeztetnek arra a számomra idilli gyerekkori állapotra, amikor minden jó volt. Hiába kellett sorban állni a 20 deka csirkecsontért, meg a havonta 10 darabos fejadag tojásért. Attól én még azt nagyon-nagyon boldog időszaknak éltem meg az életemben akkor is, meg visszagondolva is. És akkor ez alapján így elmentem olyan helyszínekre, ahol korábban, amikor még ott éltünk, akkor a szüleimmel kirándultunk, vagy rokonok éltek, vagy akár még most is élnek ott a faluban, vagy azon a környéken. Elsősorban magadnak akartad ezt megörökíteni, vagy volt ezzel valami más célod? Teljesen igazából ez egyfajta akár öngyógyítás, felfedezése kicsit egy olyan kérdéskörnek, ami engem nagyon mélyen foglalkoztatott, annak a kifejezése, kifényképezése magamból nekem akkor, vagy most is ez volt az eszközöm, hogy saját magamat megmutassam, megnyugtassam, illetve hát meg is mutassak egyfajta ilyen belső vívódást, vagy bárminek nevezzük másoknak, hiszen a fényképezés is azért egy alkotói folyamat, tehát nem csak a fiúknak fényképezek, hanem nagyon szeretem, hogyha mások is megnézik, sőt, nem csak megnézik, hogy ha még tetszik is nekik, az még jobb, igen. Azt elmondod-e nekünk, hogy a fotográfus, a fotóriporter és a fotószerkesztő vagy képszerkesztők között mi a különbség? Minden fotóriporter fotográfus, de nem minden fotográfus fotóriporter. Szóval a fotóriporter az jellemzően a sajtónak dolgozik, és benne van a nevében is a riporter, tehát különböző eseményekről, vagy akár interjúkról készít fényképeket, vagy fényképsorozatokat, és ebben nagyon fontos, hogy ezt mindezt hitelesen készíti, azaz a fényképeket nem manipulálja, amikor a végeredmény tekintetéből, tehát amikor azok megjelennek nyomtatásban, vagy bármely internetes hírportálon akárhol. Hát a képszerkesztő például a fotoriporterek, vagy egyéb fotográfusok alkotásaiból válogat képeket, szerkeszt képeket olyan újságcikkekhez, vagy akár televíziós műsorokhoz, ha abban vannak állóképek is,
és számos vagy könyvhöz. Tehát adott témához, magazinhoz, napilaphoz. Igen, adott témához. Ugye ezt megszabja, hát nagyon sokféle újság van, tehát az újság egyéb szerkesztőjével szorosan összedolgozva alakítja ki egy magazin vagy hírportál vizuális világát, képi világát inkább, és akkor nyilván, hogy úgy válogatja ki, hogy a vizuális világot ugye nem csak a képek alkotják meg, hanem hogy azok a képek hogyan vannak tervezve, hogyan vannak művészileg előkészítve, a környezet, amiben megjelenik. Szóval egy hatalmas gépezetek is alkotó eleme a képszerkete. Uh-huh. És melyik tevékenységet szereted leginkább most jelenleg? Mind a hármat nagyon szeretem, mert mind a hármat művelem végül is. De nincs olyan, ami kiemelkedik valamiért? Nincsen, teljesen más. Tehát amikor fényképezek, akkor az egy alkotói folyamat. A képszerkesztést azt annyira szerintem nem lehet alkotói folyamatnak nevezni, de nyilván, hogy bűvészkedni, bravúrokat létrehozni lehet, de ugyanakkor én akkor elsősorban mások alkotásaival gazdálkodok, vagy munkáival gazdálkodok, szóval ott az sokkal inkább egy munka. Tehát az alkotói folyamat azért nagyon gyéren érvényesül képszerkesztés közben. Sőt, nem is kell érvényesüljön. Hogy hozod létre a legjobb fotóidat? Nyilván a szakmádból megtanultad, hogy mondjuk milyen látószöget használsz, de amikor olyan képeket készítesz, ami mondjuk még több ember is szerepel, akkor hogy lehet megragadni az adott pillanatot a legjobban? Tehát mi kell ehhez? Ritmusérzék? Vagy egyszerűen rájuk tudsz hangolódni hirtelen? Vagy gyorsaság? Vagy mindez egyszerre? Vagy mi? Hát nagyon őszinte akarok lenni, akkor legyél. Igazából fogalmam sincs. Neked nagyon ösztönösen jön ez a dolog? Történik, igen. Sok minden szerintem ösztönösen is kell jöjjön. Azokat a képeket szeretem, amikről úgy érzem, hogy ösztönösen készültek el. Tehát, hogy valahogy hogy ott volt minden, megláttam, csak megnyomtam a gombot, és akkor elkészült. Aztán persze emögött valószínűleg azért ott van nagyon sok évnek a tapasztalata, rutinja, nagyon sok kudarc, amiből fejlődni lehet, mert azt szerintem nagyon fontos azért, hogy amit valamit eltervezel, és hogyha nem sikerül, akkor abból igazából nagyon jól lehet tanulni. Szóval, hogy most, nem tudom, én már régóta nem az, hogy nem érzem, nagyon gyakran érzem. Tehát például, amikor napi munkában akár, amikor a képmásnak fényképezek, elmegyek egy riportot készíteni, vagy interjú közben készítek portrékat az alanyról, vagy kimegyek a helyszínre, hogy csak úgy fényképezzek egy portrét, akkor nagyon sok mindenre kell figyelni. Tehát, hogy honnan néha millimétereket mozgok, biztos, hogy vannak olyan időközben kialakult kis trükkjeim, amikről lehet, hogy nekem fogalmam sincs, de hogy már így hozzátartoznak a munkamódszeremhez. Nagyon sokat, nagyon embere válogatja egy szituációja, hogy egyből fényképezek kérdezés nélkül, vagy van, akivel beszélgetni kell, vagy közben kell beszélgetni, tehát igazából erre minden szituáció érzel, más. Vagy ezt úgy ki tudtad tapasztalni? Szerintem viszonylag gyakran sikerül erre ráérezni. Szóval nagyon ritkán van olyan helyzet, amikor főleg a munkában, hogy leblokkolok vagy én, vagy pedig akit fényképezzek. Szóval olyan nem szokott lenni. Nem emlékszek olyanra, hogy valaki mondjuk elhajtott volna, hogy ez nem lesz jó. És amikor csak nézel egy embert, tehát most, ahogy mi például beszélgetünk, akkor rögtön csinálod is a képet az agyadba, és mondjuk bánod, hogy miért nincs nálad fényképezőgép, vagy ez egy más állapot? Tehát amikor fotózol, akkor egy másféle látásmódot kell fölvenni. Hát például most nagyon bánom, hogy nincs nálam fényképezőgép, mert nagyon szép kép készülne rólad így munka közben, de igen, gyakran. És ez jó, hogy ezt nem tudod kikapcsolni, szerinted? Szerintem jó. Igazából ki tudom kapcsolni, de nem akarom kikapcsolni, csak ki szokott kapcsolódni, mert pont nemrég beszélgettünk ezzel egy szakmabeli barátommal, hogy de amióta vannak a telefonok, az okostelefonok a zsebünkben, valahogy
valahogy annyit megsokszorozódott a vizuális ingerek száma, amikkel szembesülünk, és hát így azt veszük észre mi is magunkon gyakran, mert nem az van, mint régebb, hogy szerintem mindig van az, hogy amikor sétálunk az utcán, vagy esetleg tömegközlekedési eszközön vagyunk, hogy nézünk körbe, és akkor folyamatosan képeket vadászunk, hogy fú, erről milyen jó fotót lehetne készíteni, de jól néznek egymásra, de jól mereng az ég felé valaki, hanem úgy kicsit lefele irányult a mi figyelmünk is a tenyerünkbe. És az legalábbis most azt gondoljuk, hogy úgy összességében azért picit szegényít minket. Tehát kevesebbet látunk a világból, hogy egy olyan eszközt nézünk, amin keresztül az egész világot akár el tudjuk érni. És te ilyenkor hogy nézel egy embert? Van egy véleményed is róla, és azt kell megmutatnod a fotón, vagy teljesen függetlenítened kell, hogy mit gondolsz róla úgy egyébként, vagy milyen benyomást tesz rád? Szerintem ezektől nem tudom függetleníteni magamat. Biztos, hogy nagyon sokat lehetne arról beszélgetni, hogy miért éppen egy szituáció, vagy miért az az arc tetszik meg, és miért nem egy másik arc, vagy egy arckifejezés, vagy egy mozdulat, vagy egy csoport, vagy egyfajta történés. Szóval szerintem ez már eléggé, nem is tudom, biztos, hogy már pszichológia rendesen. Mm. Tehát azt nem tudod megfogalmazni, hogy fedezed föl, hogy egy adott emberhez mondjuk milyen mozdulat, vagy milyen pillanat illik a legjobban, vagy azzal a szituációban mit akarsz átadni, igazából a szituációt akarod. Mert hogyha napi munkáról beszélgetünk, akkor biztos, tehát ott vannak azért olyan kis apró trükkök, mozdulatok, amik segítenek. Tehát ott van, amikor néha kell mondani, hogy nem véletlen az, amikor valakire úgy érzem, hogy inkább jobb, vagy akár a témához jobban illik, hogyha nem veszi fel a szemkontaktust a fényképezőgéppel, hanem egy picit elmereng. Vagy de van, amikor az jön ki jól, amikor beszélgetünk fényképezés közben, de akkor, vagy beszéltetem, és ő akkor ellazul, mert nem tud arra figyelni, hogy éppen egy olyan helyzetben van, amit sokan többek között én is nagyon-nagyon nehezen viselünk, és ha ki van zökkentve, valamilyen történetben benne van, akkor nem rám figyel, legalábbis biztos, hogy nem 100%-osan, és meg lesz akkor előbb-utóbb meg lesz az, ami kell. Szerinted miért van az, hogy nagyon sokan nem szeretik, hogyha fényképezik őket? Mert nem, pontosan nem tudom, de szerintem azért... Hogy mitől vannak zavarban? Miért kell zavarban lenni? Tehát nem vagyok elégedett magammal, nem tartom magamat fotogénnek, tehát állandóan ugye jön ez, jaj, engem ne fényképezzetek, én nem vagyok fotogén, nem akarok rajta lenni. Ezt miért vállalják nehezen az emberek? Meg igazából te se szereted, ha fotóznak téged. Igen, meg hogy viszonyulok hozzá, tehát hogy azért beszélhetünk arról, hogy mondjuk napjainkban, meg hogy álltunk vajon hozzá egy ilyenhez 10 év, vagy 20 év, vagy 50 éve, vagy 100 éve. Amikor például 100 éve a legtöbb ember imádott elmenni fényképezkedni, sőt még szerintem magukat egymást is fényképezték, mert akkor az újdonság volt. Mm. És aztán én tegnap éjjel néztem meg egy dokumentumfilmet arról, hogy milyen veszélyesen torzítják az én képünket a közösségi médiában létrehozott az ott elérhető eszközök. Hú, tényleg neked fotósként erről mi a véleményed az ott látható fotókról, mondjuk, amit az ember a saját üzenőfalára feltölt magáról? Hát azokról igazából nincs véleményem, egyre inkább azt veszem észre, hogy az üzenő, vagy a saját falamat is igyekszem a lehető legkevesebbet pörgetni, és azért, hát lehet, hogy ez erős kifejezés, de hogy én úgy érzem, hogy vagy évről évre jobban torzulunk. Tehát amiket én viszont látok. Én úgy látom, hogy mintha lenne egy divat ebben, hogy mit érdemes, vagy mit jó ábrázolni magamról, és akkor mindenkinek ahhoz hasonló fotókkal, beállításokkal telik meg az oldala. Igen, ilyen van. Én ezzel inkább azt mondanám, hogy a napi munkámban egyre gyakrabban
találkozok azzal, hogy sokkal jobban meg akarják nekem mondani, hogy szerintük nekem milyen fényképet kell készíteni róla, illetve amikor elkérik tőlem a fényképet, akkor egyre gyakoribb az, hogy olyan képet próbálnak választani, ami hasonlít ahhoz a képhez, vagy azokhoz a képekhez, amiket ők magukról szívesen látnak. Viszont ezek pedig elég gyakori esetben azok a szelfik, amiket ő saját magáról készít a telefonjával, és éppen ezért, mivel nagyon sok ideje és lehetősége van, begyakorol egy olyan pószt, amiről ő azt gondolja, hogy ez neki előnyös. Ez pedig nem mindig így van, illetve esik akkor egy olyan nagyon jó lehetőségtől, hogy más ember engem hogy lát, ráadásul egy szakember, aki tudja, hogy valószínűleg engem úgy érdemes fotózni, hogy nem vagyok én attól csúnya vagy kevesebb, nem? Igen, másrészt szerintem, bár beletájítani a legtöbb telefonon, hogy amikor szelfit készítesz magadról, akkor a végeredmény ne a tükörképed legyen, hanem oldalhelyes arányban lásd vissza magad. Viszont alapbeállításként a legtöbb selfie kamera is úgy van, hogy neked tükörképet mutat, és hogyha belegondolunk, akkor amikor mi magunkat látjuk minden reggel, vagy akármikor, amikor megnézed magad a tükörbe, akkor te valójában a tükörképet látod vissza, és nem magad. Viszont te benned a saját arcodról tehát a tükör képed él, és az nem ugyanaz. Az emberek nem azt látják. Tehát, hogy mi általában nem azt látjuk, igen, viszont, hogy így nem csak a tükörben láthatjuk magunkat, hanem amit mi látunk a tükörben, ezt megmutathatjuk mindenkinek, pont a szelfikkel, az eléggé nem a valóságot mutatja a többi ember felé, aki ezeket megnézi. És akkor itt jönnek be a különböző filterek és effektek, amitől még szebb vagy vékonyabb lesz az arcunk, egy-két ragyaránc eltűnik jótékonyan, és... Hát ezeket ma már senkinek nem kell bemutatni. Igen, 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 szerintem se, de hát így ahhoz vezet ez a dolog, hogy például nem az, hogy megfigyelték, hanem erről komoly statisztikák vannak. Nyilván tegnap este ilyen dokumentumfilmet néztem, az főleg az Egyesült Államok, ban zajló folyamatokat mutatta be ilyen szempontból, de az a lényeg, hogy nagyon sok tininél szokott lenni ilyen tünet, pszichológiai tünet, fogdossák magukat, és aztán a következő vagy a sokadik lépés ebben az öngyilkosság, és hogy azt megfigyelték, hogy 2011 óta pontos adatokra nem emlékszek, tehát számszakilag pontosat nem tudok mondani, de hogy például akik kórházba kerültek vagdosással, az talán 184%-kal magasabb a szám 11 és 14 évesek között, és az öngyilkosságok aránya is 180 vagy lehet, hogy 200%-kal emelkedett. Még a 2010-11 előtti időszakban is volt általában emelkedés, de nem volt ilyen kiugró. És hogy ezt hát igazából idén kezdték el kongatni a vészharangot a közösségi médiával, és hát a kapcsolatban is, hogy a személyiségünket mennyire torzítja, és ugye a közösség, különböző közösségi médiás felületek nagy része azért a képi tartalomra, tehát fotóra, videóra épít, és hát azok az emberek pont, akik a 2000-es években ezeket kitalálták, fejlesztették, és őket láthatjuk ebbe a dokumentumfilmbe beszélni arról, hogy amikor ők ezt megalkották, ők álmukban nem gondolták, hogy ilyen szintre fog jutni, hogy így el fog úgymond fajulni a dolog, hogy emberi kapcsolatokat, hogy embereket ölhet meg ez a technológia, ami a zsebeiben van mindenkinek. Szóval, hogy az egészből csak annyit akartam kihozni, hogy az, hogy milyen képet látunk magunkról, az, és miért engedünk láttatni magunkról, az egyre nagyobb felelősség az egész emberiség számára. Világutazóként van még olyan helyszín, ahova nagyon szívesen elmennél? Ja, hát nagyon, persze. Nagyon, nagyon. De van egy kedvenc, egy legkedvesebb, ami elől van a listán? Van több is. Na, mondj egy párat. Persze, hát...
nem is tudom, Iránban nagyon szívesen vissza szeretnék menni, szintén közé. Én szeretem újra felfedezni azokat a helyeket, ahol már jártam. Szóval nincs bennem olyan éjség, hogy akkor készítek egy jó hosszú bakancslistát, hogy felér a combom közepéig, és akkor arról húzom le a rovátkák. Hát onnan itt is voltam, oda többet nem megyek. Hanem én szeretek visszajárni, és így inkább kevesebb helyre menjek, de akkor egy picit jobban több időt tudjak eltölteni, jobban megismerjem ott a körülményeket, embereket. És, de ha új helyszínt kell mondani, akkor... Nem kötelező. De tudom, hogy nem kötelező, de szívesen. Tehát nagyon a trópusokon még nem jártam, úgyhogy azért azt előbb-utóbb el kéne oda menni. Nem is tudom, hol kezdeném. Madagaszkáron is szívesen elkezdeném, de Dél-Kelet-Ázsiában is, de amúgy nagyon érdekel. Szibéria is. Úgyhogy hát van bőséges a választék szerencsére. Pácai Tamás, köszönöm a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm. Sziasztok! Kedves hallgató, köszönöm, hogy velünk tartottál. Ha tetszett a beszélgetés, oszd meg másokkal is ezt a podcastot.